megszólalok, srácok. Szerintem kurva jó ez az autó. Komolyan mondom. Azért mászkálok egy kicsit vele, meg melegítem, hogy leszeretném cserélni benne az olajat, és hogy sokkal könnyebb az olajnak lefolynia úgy, hogyha meleg, mint hogyha csak simán így hideg lenne. Meg azért a fékeknek sem árt, hogy egy kicsit használom. Már most egész jól fognak is. Na, ennyi volt az első próbaút. Most jön az olajcsere. Arra jó, komolyan mondom. Na, gyerekek. Mutatom, hogy mi történt még. Ugye kicseréltük a tankcsapkát. Az szép új. Kicseréltük az ablaktörlő lapátokat. Szép újak. Akkor mi történt még itt? Várjatok, azt mondja, hogy ezt fel kéne emelni. Igen. Van egy kis meleg szag, de semmi egészségtelen. Légszűrő volt cserélve, akkor kapott egy új akkumulátort, új akkumulátorsarukat, fel lett töltve a hűtő, jó, meleg minden cső benne, a szint az középen van fagyálóval. Azt mondja, mit csináltam még? Itt jön az olaj. Honnan? Innen felülről? Ó, ez nem tűnik jó. Jó dolognak. Na hát ez nem tudom, hogy mit jelent, de nem jót. A végén mindjárt kiderül, hogy rottyon van a motor. Na nem tudom, leengedem belőle az olajat, és meglátjuk. Azt látom már, hogy itt a sapkánál szivárog, de ez lehet egyébként kartergáz is, meg fogalmam sincs még, hogy mi. Na mindegy, az a lényeg, hogy egyébként pöcre indul a motor, és most egy kicsit lelombozódtam. Na jó van, majd mesélek, hogy mi történt. Szevasztok!